A szlovák iskolában rendezett országos fordulón már szóban kellett megvédeniük a tanulóknak azokat a dolgozatokat, melyeket a Magyarországi Szlovákok Kutatók Központja által kiírt versenyre készítettek. A fiatalok két témában végezhettek kutatásokat, írhattak arról, hogy környezetükben hogyan tudják használni a szlovák nyelvet, de dolgozatok készülhettek arról is, hogy mit árulnak el a családi albumok. Én azt, hogy hol lehet használni, hogy hol használjuk a szlovák nyelvet, ezt abban adódóan, hogy a mi iskolánkban van egy rendezvény, amit minden évben megrendezünk decemberben, Szlovák Hét nevén, és emiatt választottam, mert itt általában szlovák programok vannak. A Kutatóintézet 2003-tól rendez diákkutató versenyt általános és középiskolások, valamint felsőfokú tanulmányaikat végző fiatalok számára. A cél a tanulók inspirálása a kutatásra, de a pályamunkák készítése során megtanulhatják használni a szakirodalmat, valamint széleskörű ismereteket szerezhetnek közvetlen környezetükről. Különböző módszereket választhatnak, mondjuk kérdőívek segítségével informálódnak arról, hogy például az osztálytársaik mennyire, milyen körben tudják használni a nyelvet, kivel beszélnek, mikor váltanak mondjuk szlovákról magyarra, vagy fordítva. Vagy például elkezdenek beszélgetni a családtagjaik, vagy a nagymamájukkal. Ugye ott is lehet, hogy elkezdte szlovákul, de folytatta magyarul. Tehát megtudja ez a oral history módszere, tehát a beszélgetés módszerével meg tudni, hogy mit tud például egy ünnepi szokásokról, vagy annak idején egy lakodalom, hogy az zajlott le. A verseny országos fordulójának rendezése 2009 után került ismét a Sátoraljaújhelyi szlovák iskolába. Nagy örömünkre szolgált, hogy 7 év után a Magyarországi Szlovákok Kutatóközpontja újabb helyszínévé választotta ezt az iskolát. Gondoljuk azért is, mert fel vagyunk szépen újítva, másrészt pedig méltó vagyunk a gyerekek teljesítményei alapján is, és a tantestületünk munkája alapján is, hogy ezt a versenyt megszervezzük. Éppen ezért elmondhatom, hogy az idén a legmagasabb arányban jelentkeztek tanítványaink is ebbe a versenybe. Összesen 7 tanulónk versenyzik, 3 felkészítő nevelő vállalta fel azt a témát, amit minden éven másban hirdetik meg. A diákkutató versenyre 34 tanuló nyújtotta be munkáját. A döntőben valamennyi diáknak alkalma nyílt megvédenie dolgozatát.